Van egy nagyon szó, nagyon, nagyon szép japán szó, ami azt jelenti, hogy Hajime. Annyit jelent, hogy rajta. Hajime hangzik, akkor a másiknak ki kell venni a cukrát a kezükön. Játékos feladatokkal vezették be a Mária Pócsi Dudás Miklós iskola 7.-8. osztályos tanulóit a pénzügyek és a gazdaság világába. Az UNG Tisza Szamos Túr Határmenti Turisztikai és Természetvédelmi Egyesület és a Magyar Nemzeti Bank pénzbeszél programjának a célja, hogy a diákok felelős gondolkodású, a pénzügyekben előre tervező fiatalokká váljanak. Elsősorban játékos keretek között ismerteti meg azzal az ismeretekkel a gyerekeket, amik a mindennapi életben nagyon fontos és hasznos gazdálkodási tudnivalókat tartalmazzák. Itt hogyan működik a bankrendszer, hogyan kell a csekkekkel bánni, hogyan vannak az online felületeken elérhető szolgáltatás, hogyan működnek, és mindezeket egy órakeretben, de mégis játékos módszerekkel, csoportmunkákban, ilyen tréning technikákkal tanítjuk a gyerekeknek, de ez nem egy száraz órák, hanem a gyerekek aktív részvételével megvalósuló foglalkozások. A programot azért is tartják fontosnak a szervezők, mert az iskolai oktatásban kevés hangsúly helyeződik a pénzügyi nevelésre, és a fiatalok sokszor az alapfogalmak csupán egy kis részével vannak tisztában. Vannak alapvető ismereteik, de maguk ezek az ismereteknek a használatával vannak elsősorban a problémák, illetve vannak olyan dolgok is, amik abszolút nem szerepelnek, például hogyan működik egy tőzsde, hogyan a befektetésekkel, hogyan kell bánni, és ezek mindenképpen újat jelentenek a részvevő diákoknak. A Magyar Nemzeti Bank által 1 millió forinttal támogatott programot nem csak a Mária Pócsi Dudás Miklós iskolában mutatták be, hanem előtte a kárpátaljai Beregszászra is ellátogatott, a 4-es számú Kossuth Lajos középiskolába.